A minden szentek ünnepe és a halottak napja is katolikus gyökerű, mégis egyre nagyobb jelentőségűek ezek a napok a reformátusok számára is. Eredetileg és teológiailag valóban mást gondolunk a minden szentekről és a halottak napjáról, azonban az életnek a valósága azt hozza, hogy igenis ez a november 1-e körüli dolog, a minden szentek és másnap a halottak napja, ez nagyon fontos mindenkinek felekezettől függetlenül, mert egy olyan világban élünk, ahol ilyenkor autóra kapunk, vonatra kapunk, és elmegyünk a szeretteinknek a sírjához, ha esetleg nem ott van, ahol mi lakunk, és ezt rendbe rakjuk, és egy kicsit gondolkodunk az életünknek a mulandóságáról, ami egy rendkívül fontos szempont, ami nagyon sokszor hiányzik az életünkből, és ezért nagyon nagy jelentőségűnek tartom ezeket a napokat, és nagyon fontosnak tartom ezt az ünnepet, ami úgy látom, hogy évről évre erősödik. Annak ellenére, hogy nem református hagyományról van szó, sok helyen ilyenkor ők is temetői istentiszteleteket tartanak, egy-egy bibliai szakaszt ismertetve foglalkoznak az ünneppel. Egy nem református gyökerű ünnep és napok, ami azonban a modern élet kívánalmai miatt jó irányba tart, és igenis egy közös napja, időszaka lett az életünknek, amikor a széteső modern világunkban összedjük magunkat és a halállal törődünk. A mai világnak az az egyik legnagyobb problémája, hogy nem foglalkozik a halállal, hangsúlyozta a lelkész. Berecki Őrs fontosnak tartja, hogy a modern kor vívmányaival körülvéve se feledkezzünk meg mulandóságunkról. Modern élet olyan sok jó dolgot tartogat a számunkra, olyan sok jó lehetőséget tartogat a számunkra, amikkel élünk is, de a technikai fejlődéssel mellé oda tudjuk-e tenni a közösségeinknek a fejlődését, oda tudjuk-e tenni az odafigyelést arra a kérdésre, hogy mi lesz velünk, hogyha elmegyünk innen. Gondolkozunk erről, készen állunk-e akár az elmenetelre. A református lelkész a reformáció napja kapcsán elmondta, a mostani ünnepekhez hasonlóan Luther idejében az embereket az foglalkoztatta, hogy mi lesz a halál után, hogyan tudnak üdvözülni. Az 500 évvel ezelőtti világ számára a vallás kérdései voltak a legfontosabbak, ez hatotta át életük minden szintjét. Egy ilyen világban fogalmazódott meg a nagy elgondolása ezekről a kérdésekről Luthernek, és ennek a nagy kérdőjele miatt szakadt szét a korabeli Európa. Azért ma nem ezek a világunknak a fő kérdései, modern életnek más problémái vannak, más kérdései vannak, és ezért nem az egyház kérdései mentén szakad a gondolkodásunk. Szóval Luther lehet, hogy ha ma végignézne a mi életünkön, akkor elsősorban az lenne a problémája, ami nekünk is, hogy odafigyelünk-e az életünkre, foglalkozunk-e a mulandóságunkkal. Az egyházak mai szerepével kapcsolatban a lelkész kiemelte. Az emberek korábban soha nem voltak ennyire magukra hagyva. Éppen ezért az egyházi gyülekezeteknek az a legnagyobb feladata, hogy közösségeket teremtsenek. Mai egyházak, mivel közösségek, mindenfajta közösség elsősorban abban tesz nagy szolgálatot, hogy összehozza az embereket, amik a modern élet dolgai miatt, amik elkerülhetetlenek, egyre távolabb kerülnek egymástól, és akkor erre rakódik rá egyébként a mi egyházi meggyőződésünk és Istenről való beszédünk, aminek a gyökerei 500 évesek, vagy 2000 évesek, ha úgy tetszik, és ezek a számunkra nagyon erős és nagyon fontos tartalmat adnak, ebben inkább közelebb vannak most már az egyházak egymáshoz. A közösségek egyben tartása, a hívek elérése a járvány alatt is nagyon fontos volt. Ennek megoldása új televíziós, szerkesztői feladatokat jelentett a lelkészek számára is. Az online közvetítések igénye a járvány mérséklődését követően is megmaradt, ennek köszönhetően a távolban lévők és a betegek is részesei lehetnek az istentiszteleteknek. Mi azóta is szerkesztünk minden hétre egy kis adást, most éppen hangfelvételt csak, de YouTube-on jelenik meg az is egy kis feliratozással, és ezen lehet meghallgatni egy régebbi istentiszteletünket. Berecki Őrs, a Budakalászi Református Egyházközség lelkésze lesz holnapi stúdiónk vendége, akivel az ünnepekről és a reformáció napjáról bővebben is beszélgettünk. Tartsanak velünk 19 órától!